A nemzeti ünnepre készülődnek Franciaországban. Párizsban szokás szerint ünnepi felvonulást rendeznek július 14-én, megemlékezve a Bastille 1789-es elfoglalásáról, illetve a francia forradalomról. A közelmúltbeli tömeges zavargások miatt a hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságra. Ennek jegyében például csökkentették a programok számát. C'est une fête. Senkinek sem szabad megengedni, hogy bármilyen ürüggyel elrontsa az ünnepet. Az erőszaknak nincs helye a társadalmunkban, fogalmazott Éric Dupond-Moretti igazságügyi miniszter. Emmanuel Macron francia elnök Narendra Modi indiai miniszterelnököt fogadta egy nappal a nemzeti ünnep előtt. Macron a jövő kulcs szereplőjének nevezte Indiát. Modi díszvendége a francia nemzeti ünnepnek, melynek parádéján indiai csapatok és repülőgépek is részt vesznek. Annak ellenére, hogy Indiát számos civil szervezet és az ENSZ is a kisebbségek elnyomásával vádolja.